Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének 8. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Gausz András 1985 óta tanít a Szegedi Tudományegyetemen. Filozófia iránti vonzalma korán kialakult, de mivel egy országos középiskolai tanulmányi versenyen elért harmadik helyezése, éppen a biológia felvételi vizsga alól mentesítette, egy ideig más pályával kísérletezett. Ez a kísérlet néhány évre szülőfalujához kötötte. A társadalom belső szerkezetét, hatalmi viszonyait illetően utólag így látja, tán itt tanulta legtöbbet. A filozófia iránti vonzalma azonban ekkor sem hagyott alább. Először egy szőlősor végén egy erre kijelölt diófa alatt Kant a tiszta ész kritikája című munkáját, illetve Heidegger, akkor magyarul még elérhetetlen, Sein und Zeit-jét tanulmányozta. Majd jött az ELTE, ahol filozófiát és történelmet hallgatott. Szakdolgozatát is itt írta a Fehérem Istvánnál. Ennek témája természetesen a már említett vérbeli falusi filozófus Martin Heidegger volt. Gausz András egy ideig a honi akadémizmus dolgait teljesen komolyan vette. A német idealizmus születése címen legalábbis írt egy kandidátusi értekezést, amit 1995-ben meg is védett. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetemen egyetemi docens lett, de több mint 10 éven át tanított a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsész, teológiai és jogi fakultásán is. A szakmai hierarchiát illetően azonban ennél feljebb nem törekedett. Ő ugyanis azok az előadók közé tartozik, akik a szakmát komolyan veszik, az akadémiai elvárásokat azonban egy komolytalan, a szakmát illetően nem egyszer határozottan kártékony valaminek vélik. Ebbéli dolgait nem rejtette véka alá. A Filozófusok esélyei szépség királynő választásokon című könyve részben erről szól. Mivel a filozófiát mindig magányos farkasok, vagyis autonóm személyiségek ténykedésének tartotta, így semmiféle honi áramlathoz sem csatlakozott. Ennek ellenére ott volt az Egzisztencia című filozófiai folyóirat alapításánál. Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy most, miután ez a kiadvány valóban nemzetközivé nőtte ki magát, továbbra is publikálhat ebben a labban. Utolsó írásai szinte kizárólag itt jelentek meg. Gausz András előadásai, órái, könyve is, egyéb írásai döntően a német nyelvű filozófia klasszikus munkáit interpretálják. Konkrétan Kantról, Fichtéről, Schellingről, Hegelről, Nietzscheről és Heideggerről tartott és tart előadásokat, vezetett, illetve vezet mindmáig szemináriumokat. Célja, hogy az említett bölcselők könnyűnek egyáltalán nem mondható szövegeit világossá tegye, kategoriális szerkezetüket feltárja, bemutassa szerepüket mind a múlt, mind mai világunk megértése szempontjából. Tartott és tart általános kurzusokat is, amelyek a filozófia történeten túl főleg esztétikai, etikai, illetve vallási témákat boncolgatnak. Írásai magyar, német és angol nyelven jelentek meg, a kezdetektől fogva formabontóak. 5 könyvet írt, 4 meg is jelent, az 5. is 2 éve elkészült, kiadását azonban csak a nyugdíjazása utáni időkre tervezi. Felkérem dr. Gausz András, tartsa meg előadását. Tisztelt hölgyeim és uraim, Önök tehát most egy filozófiai témájú előadást hallanak. A téma Kant. Miért? Kant 1724-ben született. 1804-ben hunyt el. Utána egy kérdőjel. Miért? Van egy őrült, aki ilyeneket állít.
Kant Immanuel él. Halálhíre, bár 1804 óta többször és többen is regéltek róla, mese. Kant megszólal, okoskodik, sokan oda is figyelnek reá. Ő korunk legtöbbet interpretált, ennek okán tán leginkább élő filozófusa. Nemhogy nem halt meg, de lelkes gondolatai még az öregedés egyeit sem mutatják. Olyannyira nem, hogy korunk tudós filozófusai vele összevetve legyenek egyébként bármilyen korban oszlásnak indult hullafontos vénemberek. Néhányok sírja fölött már rég kecskék legelnek, még ha ők erről rengeteg a rosszul látó teljesen vak az ilyen tudorkörökben, mit se tudnak. Ami él, az él, ami pedig halott, az halott. Bizony, ilyen az élet. Az a tény, hogy teste nem mozog, tüdeje nem lélegzik, szívdobbanásai nem hallhatóak, tán csak a látszat művei, úgyhogy mindezek senkit se tévesszenek meg. Ez egy elég őrült szöveg, mert hogyha ez igaz, akkor még négy év és Kant Immanuel 300. születésnapját ünnepelhetjük. Viszont az állítás mégis igaz. Egy Gerd Irlitz nevű embernek a könyvét látjuk. Ez egy 2015-ben kiadott kötet, ez a harmadik kiadás ennek a műnek. Itt azt állítja Gerd Irlitz, hogy évente körülbelül 800 önálló Kant könyv tanulmány jelenik meg szerte a nagyvilágban. Valószínűleg ő a legtöbbet interpretált és értelmezett filozófus. Hogyan lehetséges ez? Mi szükség egyáltalán ennyi Kant interpretációra? No most a helyzet az, hogy ezek az interpretációk nem mindig szimpatizálnak Kanttal. Sőt, hadd idézzek egy levelet, amit egy igen jelentős személyiség, Georg Cantor írt. Ő egy matematikus volt, mégpedig nem is akárki volt a matematikában. 1911. szeptember 19-én írt egy levelet Bertrand Russellnek. Ebben ez áll. A Bacon-Shakespeare vitában Bacon oldalán állok, az öreg Kantnak pedig határozott ellensége vagyok. Kant sokat ártott a filozófiának, az én szememben sok kárt tett benne, de ártott még magának az emberiségnek is. Mindez könnyen belátható, ha a német metafizika őt követő, vagyis a Fichtével kezdődő Schellingen, Hegelen, Herbarton, Hartmannon, Nietzschén és mindmáig tartó folyamatát nézzük. Soha se tudtam megérteni, hogy olyan okos és nemes népek, mint amennyienek az olaszok, az angolok és a franciák, hogyan követhetnek egy ilyen túlnani, szofisztikált filisztert, aki ráadásul annyira rossz a matematikában. Hogy mennyire volt rossz a matematikában, én ezt nem akarom megítélni. Nem volt matematikus. Viszont a levél mégis érdekes, mert ebben a levélben ő Bertrand Russellt egy párizsi találkozóra invitálta, ahol egy másik jelentős matematikussal találkozott volna és beszélgettek volna, a kor egyik ugyancsak kiváló matematikusa, Henri Poincaré-val. És így folytatja a levelet. Poincaré szerelmes ebbe az undorító múmiába. Ez Kant. Aki lehet még meg is babonázta őt. Miről lehet itt szó? Vitatkozhattak volna sok mindenről, ebben nem akarok belemenni. Például vitatkozhattak arról, hogy 3 meg 2, 5, mennyire igaz, miért igaz. Tudnélik, itt a nézetek ütköznek. Kant ebben a következtetésben, a 3 meg 2, 5 összegében szintézis látott, a priori szintézis látott. Ez azt jelentette az ő számára, hogy mindez pusztán a logikából nem vezethető le. Ide valami másra is szükség van. Gottlob Frege, egy másik kiváló elme, szerint ez tévedés. Ő azt mondta, hogy a 3 meg 2, 5 összege kizárólag a logikából is levezethető. Russell, tán Poincaré is, azonban Kantnak adott igazat.
Magyarországon ez érdekes, van valamilyen, hogy mondjam, nimbus a Gottlob Frégének, nagyon sokan gondolják, hogy itt nincs vita. Szerintem vita van, Kant óta. Sőt, meggyőződésem, hogy Kantot pont az ilyen viták tartják életben. Ha ezek a problémák megoldottak volna, akkor Kant nem lenne érdekes alak. Utána van egy érdekes megjegyzése Russellnek, ami meglepő. Ő egyrészt tiszteli Kantot, természetesen felül is múlta, rengetegen múlták felül Kantot, de utána meghaltak, eltűntek, és semmit se tudunk róluk. Russell is felül múlta, nem erről híres Russell, más dolgairól híres. Viszont ez a megállapítása érdekes. Úgy látja ugyanis, hogy Kantban a német protestáns teológusok liberalizmusa találja meg a maga alapjait. Ez azért érdekes gondolat, mert később, 1944-ben Friedrich Hayek is így látja, hogy a liberalizmus az német gyökerű. Illetve itt egy picit meg kell állnunk, mert a hétköznapi szóhasználat lefoglalt ezt a fogalmat. Magyarországon a liberalizmus manapság valószínűleg szitok szó sok ember szemében. Hát erről szól a kanti filozófia, a fogalmak között rendet kéne teremteni. Ez egy politikai értelmezés, ami miatt szitok szó a liberalizmus. Sokféleképpen értelmezhető a liberalizmus. Az, hogy ő a német protestáns teológusokban találja meg a maga liberalizmusát, ez érdekes. Én egyébként a katolikusokat is mindig liberálisnak gondoltam. Az, hogy a politika mit mond és a közbeszéd hogyan értelmez egy fogalmat, az teljesen más. Én felteszem azt, hogy a fogalmaknak van egy bizonyos jelentése. Menjünk tovább. Milyen korban élt Kant? Nagy Frigyes korának nevezte ezt a kort ő maga. Nem akármilyen uralkodó volt. 26 éves volt Kant, amikor Johann Sebastian Bach meghalt. Azonos a szellemi gyökérzetük. Kant nagyon hosszú és bonyolult körmondatokban fogalmazott. Egyszer összeszámoltam az egyik ilyen hosszú, bonyolult körmondatot, 36 sorból állt, és ez egy valóságos körmondat, gótbetűszedéssel, németül. Babics az egyik mondatából vagy 11 mondatot csinált, amikor az örök békét fordította. Tehát, és az érdekes, ezek valóságos körmondatok, barokkos szerkezetűek Kantnak a mondatai, nagyon nehéz olvasni őket. Kortársa volt Haydnnak, Mozartnak, Beethovennek, Goethének, Schillernek. Ez a német klasszika kora. Klasszikus? Mit jelent ez? Eckermann mondja, egyszer megkérdeztem Goethét, hogy az újabb filozófusok között ki a legkiválóbb. Kant, mondta Goethe. Ő a legkiválóbb, minden kétséget kizáróan. Ugye úgy kezdődött az előadás, hogy miért foglalkozunk korunkban, a 21. században Kanttal. Ha ő klasszikus, akkor adott a magyarázat. Kérdés persze, hogy mit jelent a klasszikus. Mit értünk klasszikusan? Nagyon könnyen mondják ki ezt a szót is manapság. A szó eredetileg elsősorban az első adózási osztályt jelentette. Az ókori Rómában azt számított klasszikusnak, aki a legtöbb adót fizette az államháztartásba. Később a szónak a jelentése megváltozott. Azok a szerzők minősültek klasszikusnak, akikre hivatkozni lehetett egy problematikus grammatikai szerkezet kapcsán. Tudok mondani a magyarban is példát, van egy kanti fogalom, a magánvaló dolog, amiben belekötöttek a nyelvészek azt mondván, hogy ilyen magyar szó nincs, az magában való dolog. Erre a Szemeres Amu azt mondta, de van ilyen magyar szó. Vörösmarty írja, áll magán a némalakban,
nyilván nem saját magánál, hanem magában ez azt jelenti. Tehát van klasszikus példa, következésképp a magánvaló dolog használható. Akire hivatkozunk. Lehet ezekkel kötekedni, kötekedni mindenkivel lehet. Csak kockázatos. Kantot rengetegen múlták felül, rengetegen értelmezték, rengetegen adtak nekik igazat. Ezek a rosszabbak egyébként, akik igazat adnak nekik. Bár minél több olyan ember lenne, mint Kantor, aki kötekedik vele, akkor még biztos nagyon sokáig élne, mert van mire reagálni. Illetve, hát ugye, ha valakit ennyit interpretálnak, az nyilván klasszikus kell, hogy legyen. A filozófia történetben valószínűleg Arisztotelész volt még, akit ennyit értelmeztek, de ennek volt egy másik oka is. Ennek az oka, a másik oka az az volt, hogy ugyebár Aquinoi Szent Tamást Arisztotelész nevezte a filozófusnak. Tehát Arisztotelész akarva akaratlanul kapott némi egyházi támogatást is. Ha Russellnek igaza van, akkor lehet, hogy Kant is. Hát ebben nem vagyok biztos. Na most, ugye mindenkit bírálnak, ez nem baj, Kantot is lehet bírálni. Csak egy valamiről nem szabad megfeledkezni, hogy talán az a szerencsésebb, hogyha ilyen esetekben őket tekintjük mértékadónak. Akikhez igazodni élik. Ha bele lehet kötni, akkor természetesen bele kell kötni, abban semmi, azzal semmi gond nincs. A helyzet az, hogy korunk akadémizmusa könnyebben bírálja Kantot, mint a konkurens akadémikusok tevékenységét. Ez nem feltétlenül jó. Pedig mert azért nem, mert ez általában bizonyos adott sémák előtti hajbókulás, egy ilyen parasztlázadásszerű valami a klasszikusokkal és az eredetiséggel szemben. Kant nem véletlenül maradt meg, nem azért maradt meg, mert előadásokat tartanak róla. Nagyon nehéz megmondani, hogy miért marad meg, szerintem azért, mert vitatkoznak vele. Mert állandóan belekötöttek, ez tartja őt életben. Ha valamit megoldanak, azt elolvassák, fölhelyezik a polcra, porosodik, normális ember már kezébe se veszi. Ahol viszont van vita lehetőség, ott érdemes vitatkozni. Mi szükség ennyi interpretációra? Kant tekintélye? Van. Bálványimádás? Ilyen is van. Egyáltalán nem idegen a tudományoktól. A probléma akkor szokott lenni, amikor nem tudjuk, ki az a bálvány, akit imádni kell. Amikor e körül vannak a viták. Történeti értékei lennének meghatározóak? Vannak történeti értékei Kantnak, de 800, évente 800 tanulmány megszületését ez sem indokolja. Hadd jegyezzem meg, ez a 800 tanulmány nem 2015-ben következett csak be. Ez nagyon rossz, hosszú ideje megy ez a dolog. Van egy német lap, a Kant Studien, ami több mint 100 éve kizárólag Kant műveit interpretálja és értelmezi. Na most, ha azért interpretálnák Kantot, mert az ismeretterjesztés a cél, akkor ez bal siker, mert nem sikerült megismertetni. Mert hogyha valaki jól interpretálta volna, akkor minek újraírni? Ha a tudomány akadémikus ápolása a cél, ez is csőd. Nem mondták meg Kantról azt, hogy ő kicsoda, miket művelt. Kant okfejtései viszont valamilyen oknál fogva élnek. Wolfgang Röth professzor, ő valamikor járt itt Szegeden, most egy olyan része következik az előadásnak, amit vagy elhisznek, vagy nem. Én kísértem itt, meg fordítottam, meg beszéltem vele elég sokat, sőt meg is hívott Innsbruckba. Ő egy 14 kötetes filozófia történeti sorozatnak a főszerkesztője volt, a Beck kiadó adta ki. Ez a 14 kötet nem 14 kötet, mert látják Band 9
ezt. Tehát ez a 9. kötet az 2 kötetből áll, és több ilyen kötet van, ami 2 kötetből áll, ez körülbelül 18 kötetes filozófia történet. Magyarul ilyen terjedelmes filozófia történet eddig nem jelent meg. Na most ez itt történt, ahol a 21-es busz megáll, itt Röth professzor fölháborodott. Miért? Az angol interpretációk miatt. Kantról írnak, Fichtéről, Schellingről egyáltalán nem, Hegelről alig vesznek tudomást. Az angol filozófia történetírás kétségtelenül nacionalista. A német érdekes módon nem. Interpretálják viszont, ugye Kantot azt mondtam, Marxot, Nietzsche-t és Heideggert. A helyzet az, hogy ezzel viszont beleavatkozik a filozófia történetben a politika. Nagyon sokan vannak, akik, hát Marxnak a politikai kötődése, ez ugye nem férhet kétség, tehát itt volt politikai vonzata Marxnak. Nietzsche-ben és Heideggerben nagyon sokan a nácizmus előfutárát látják. Ez meggyőző lehet azoknak, akik nem tudják, mi a nácizmus, vagy nem tudják azt, hogy ki volt Nietzsche és Heidegger. Bár Heidegger kétségtelenül tagja volt a náci pártnak, de ez egy dolog. Van abban valami, Stalin mondta annak idején Churchillről, hogy Churchill úr és barátai úgy gondolkodik, ahogy annak idején Hitler úr és barátai gondolkodtak. Hitler úr és barátai csak a németül beszélő embereket tekintették teljes értékű embereknek, Churchill úr és barátai csak az angolul beszélő embereket tekintik teljes értékűnek. Ha a filozófia történetírást nézzük, akkor ebben van valami. Itt van egy híres filozófia történeti mű, megint Bertrand Russell, 1945-ben megjelent History of Western Philosophy című kötete. Ő tipikus példa erre, Kantot interpretálja, felülmúlja, egy bekezdésnyi szöveget ír Fichtéről, amiből egyből látható, hogy nem olvasott Fichtét, nem ismeri Fichtét. Egy rövid bekezdésnyi rész, de neki esik, durván, Fichtének. Egy rövid bekezdésnyi rész Schellingről, amiről megint az derül ki, hogy nem ismeri Schellinget. Röth professzor ezt akár erről a műről is mondhatta volna. Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger felkarolásának a hátterében az angol nyelvű irodalomban valószínűleg ideológiai megfontolások állnak és demonizálási célok állnak. Hegel rendkívül nehéz eset. Itt a helyzet az, hogy Hegelt szerintem nagyon kevesen értik. Ez akkor nem kedvez Hegel megértésének, ugye? Itt van egy ilyen, hogy akadémiai értekezés, megírják Hegelről a művet, utána belenézünk Hegel munkájába, és azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e vagy leányok. Ez Kantra is áll, tehát innen látszik, hogy egy interpretáció jó-e. A jó interpretáció olyan, hogy elolvassuk, és akkor elkezdünk tájékozódni a műben. Na most Kantról olyan mű, ahol egyből tájékozódni is tudunk Kant műveibe, én nem nagyon tudok ilyen művekről. A helyzet az, hogy Kant nagyon nehéz eset. Nehezen ideologizálható, de a német filozófia benne gyökerezik. Az angolokban van ilyen fotbalista jellegű gondolkodás, hogy a konkurenciát le kell győzni. Tehát, hogyha Kantot kiütik, akkor az egész német filozófiának vége, és mi vagyunk a legjobb filozófusok. Ez az angol gondolkodása jellemző. Ennek ellenére a legjobb Kant tanulmányok jelen pillanatban angolul jelennek meg. Az első valóban fontos és jelentős Kant tanulmány Norman Camp Smith munkája volt. Ennek a műnek vannak kétségtelen erényei. Először is a tiszta ész kritikájának a KRV, az ott azt jelenti Kritik der reinen Vernunft, ez a német rövidítés a Kant főművének. Célja ennek a műnek a szövegelemzése. Közben rohan az idő.
ez azt jelenti, hogy szembesülni kénytelen Kanttal. A legtöbb interpretációval az a baj, hogy az interpretátor mondja a saját szövegeit, a fogalmakon egészen mást ért, mint az eredeti szerző, és észre se vesszük azt, hogy valamit megértünk, de az nem Kant, a szerzőt lehet, hogy megértjük, csak nem Kantot értjük meg. Ez nem ilyen munka. Azért, mert mondatról mondatról elemzi a tiszta ész kritikáját, kénytelen végig hosszabb távon gondolkodni. Nem egyszerűsít le. Ez is gyakori. A bécsi körben egészen tekintélyes alakok írtak Kantról, Carnap, Quine. Nekem meggyőződésem, hogy ezek az emberek a tiszta ész kritikájának az előszavát és a bevezetését ismerik, és ebből írták meg dolgaikat. Magát a művet kicsi valószínűség, hogy olvasták. Norman Cam Smith legnagyobb erénye, hogy Kantról szól a műve. Ez nagyon ritka. Az akadémiai munkák igazodnak egymáshoz, mit mond a szakma? A szakma mond valamit, utána eltűnik. Kant meg megmarad. És van egy nagyon érdekes valami, és ezzel visszakapcsolódhatunk Russellhez. Van egy érdekes valami. Ez a mű 1914-ben készült el. Az év elején vitte a kiadóhoz, a kiadó fogadta. Csak utána kitört az első világháború, és azt mondták, hogy megvárjuk a háború végét. Ezt Norman Cam Smith megértette. Viszont 1917-ben megkereste őt a kiadó, hogy mégis kiadják a Kant tanulmányát. Írjon egy új előszört hozzá. Még dúlt a háború. Nem voltak már háborús nehézségek? Dehogy nem, jóval nagyobbak voltak, mint korábban. Norman Cam Smith írt egy érdekes előszót, egy bizonyos Smuts generálisra hivatkozott, akit ő egy dél-afrikai hérosznak tartott, aki megszervezte a búrok elleni háborút, háborús provokációt, részt is vett a csatákban, itt lett hérosz, és a tűzszünetekben Kantot olvasott. És Norman Cam Smith azt mondta, hogy azért kell Kantot olvasni, mert nem tudunk úrra lenni a német generálisok gondolkodásán, ezért nem nyertük még meg a háborút. Mert azok Kantot olvasnak, ez nyilván nem így van, meg én azért a Smuts generálissal nem dicsekednék. Ő az a generális. Egyébként volt itt Magyarországon is, 19-ben. Azért küldték ide, hogy eldöntse azt, hogy a Kun Béla féle kabinet alkalmas-e a trianoni békeszerződés megtárgyalására. A burháború az, mint egy előre vetítette a 20. század történetét, a burok ugye holland, nagyrészt holland földművesek voltak. Aztán kiderült, hogy a burok által lakott területen kiváló aranybányák vannak, és gyémántbányák voltak, és az angolok úgy látták, hogy ez a terület nekik kell. Háborút kellett provokálni, ki is robbant a háború. A búr parasztok ellenálltak, gerilla harcot folytattak, az angolok elhatározták, hogy elvágják az utánpótlási vonalokat, fölgyújtották házaikat. Ez előrevetíti a 20. század történelmét, civil lakosság bombázása az nem volt gyakorlat, ez leginkább angol gyakorlat volt. Az, hogy ezt a Nürnbergi per során nem tárgyalták, számomra szégyengyalázat. Utána összegyűjtötték a lakosokat, és koncentrációs táborokba zárták őket. Itt látnak egy koncentrációs tábort. Majd egyszerűen halálra éheztették őket. Ennek a kislánynak tudjuk a nevét, Lizzie van Zyl. Még él, de már nem sokáig. Körülbelül 20 ezer gyerek halt éhen, és 18 ezer asszony halt éhen ezekben a táborokban. Honnan veszem én ezt? Ajánlok önöknek egy-két könyvet. Minden könyvet fenntartásokkal kell kezelni ezeket is. A bizalmatlanság az fontos. De ez egy érdekes könyv. Ő a Harvardon tanított,
meg az Észak-Karolinai Egyetemen leghíresebb tanítványát Bill Clintonnak hívták, az Egyesült Államok későbbi elnöke lett belőle, ugye. Vagy ez egy másik fontos könyv, ez részletesebben tárgyalja. Az adatokat ebből a könyvből vettem. Az angolok viszont hát nem szégyellik az ilyen háborús bűnösöket, szobrot állítanak nekik. Szobrokat. Ez a szobor nem is akárhol áll. A Westminster apátság, ahogy megyünk a Temzétől a Westminster apátság felé jobbra, négy szobor, hatalmas szobrok, az egyik Churchill, az egyik Smuts generális. De Arruda több szobrot is készítettek róla, itt egy másik szobor. Aztán vannak, akik nem értenek ezzel egyet, pakol be ezzel az örökséggel. Vissza Kanthoz. Mivel foglalkozik a tiszta kész kritikája? A fogalom használatunkkal. A témáját is nehéz körülírni. Még van 20 percem. A feladatom lehetetlenség. Tehát ez... De megpróbálok néhány gondolatot mondani erről. Először is Kant különbséget tesz képzetek és fogalmak között, ezzel nem foglalkoznék. A matematikában nem fogalmak vannak Kantnál, hanem képzetek vannak. Ugyebár az egynek a fogalma nem tapasztalati eredetű. Azt lehet ideának is nevezni, képzetnek is nevezni. Kant a Vorstellung szót használja, ez képzetre fordítható. Vannak empirikus fogalmaink. Ezek lazák. Ezekben nem szabad megbízni. Amikor tapasztalatból merítünk egy fogalmat, és utána azt gondoljuk, hogy ismerjük a fogalmat, ez katasztrófa. De általában így gondolkodunk, néhány tapasztalat, és megalkotjuk a fogalmat. Ebből szükségszerűen nem lehet következtetni. A következtetés az ilyen fogalmakból Kantnál mindig szintetikus, ami azt jelenti, hogy valami olyasmi is benne van a fogalomban, ami nincs benne a tapasztalati adatokban. Azért, mert láttam néhány embert, aki meghal, abból nem vonható az az a következtetés, hogy minden ember halandó. Csak az, hogy ezek meghaltak. Ha valaki azt gondolja, hogy ez nagyon könnyen levonható, az veszélyes módon gondolkodik, mert az azt mondja, hogy lát egy etnikai kisebbséget, aki lopott, látott egy másikat is, aki lopott. És ebből az következik, hogy az etnikai kisebbség hajlik a tolvajlásra. Ez ugyanaz a logika. A tapasztalat félrevezető. Vannak bitorolt fogalmaink, ezek eleve zavarosak, ezeket Kant nem is foglalkozik velük komolyan, de nagyon sok bitorolt fogalmunk van. Például a sors, amikor ilyesmiről beszélünk. Emberek azt gondolják, hogy ez szól valamiről, vagy amikor ugyebár horoszkópot nézünk, hát van, akit ezek meggyőznek. Nyilván azok olyan sorsot érdemelnek, hogy meggyőzze őket. És vannak tiszta fogalmaink. Ezek viszont érdekesek, mert tulajdonképpen a logikai gondolkodás az ezeken alapul. Ezek nagyon fontosak. Ugye a mindennapi szóhasználatban az természetes, hogy rendszerben gondolkodunk, de nem tapasztalunk rendszert. Amikor azt mondjuk, hogy minden ember halandót, akkor valamibe bele nyúltunk, létrehoztunk egy olyan egységes képzetet, ami nem tapasztalati adat. És ami érdekes, a szigorúan logikus gondolkodás ezeket a tiszta fogalmakat követi. Ezek ott vannak mindenütt. Kant ezeket egyébként kategóriáknak hívja. A probléma ott van, hogyha ezeket elkezdjük csak úgy tapasztalati adatokra használni ezeket a fogalmakat. És azt gondoljuk, hogy valami a logikából következik, akkor az a tapasztalati valóságra is kell, hogy következzen. Mondok egy hibátlan szillogizmust, csak éppen nem lesz semmi értelme. Minden sárga fehér. A zöld sárga, akkor a zöld fehér. Teljesen hibátlanul gondolkodtam. Amikor azt mondom, hogy minden ember halandó, Szókratész ember, Szókratész halandó, ugyanígy gondolkodom. Ezek rendkívül megtévesztőek, mert valami bizonyosságot sugallnak. A probléma ott kezdődik, amikor ezeket elkezdjük a tapasztalatra használni.
Na most az ilyen tiszta fogalmaknak a rendszerét hívja Kant értelemnek. Illetve ugye kérdés az, hogy mire lehet következtetni. A tapasztalati következtetések azok bizonytalanok, nem szükségszerűek. Azért, mert valami n-szer bekövetkezik, az nem bizonyíték arra, hogy n plusz egyedikszer is be fog következni. Az a priori fogalmaknál ott az analitikus ítéletek, ott a következtetés benne van az alanyban. Ezt néhányan szillogizmusokkal helyettesítik, ez szerintem tévedés. Kant nem szillogizmusokra, rosszul mondom, elnézést. Kimaradt most a fejemből a szó, ez most egy lelkigátlás, de majd mindjárt eszembe jut. Tehát. No, a priori. Ennek a szónak többféle jelentése van. Kant többek között erről a fogalomról híres, az a prioriról. A prioriról. Szinonímát akartam az előbb mondani. Elnézést. Az analitikus ítéletekben nem szinoním fogalmak vannak. No, akkor az a priori különböző jelentései. Kantot egyébként, ezt Cassirer mondta, azzal értik félre a legtöbben, hogy amikor leír egy fogalmat, akkor definíciónak tekintik. Holott ez nem. Kétszer nem ír le ugyanúgy egy fogalmat, mindig változtat a leíráson. És ennek az az oka, hogy Kant következetes, tehát ő megpróbálja a fogalmakat a tapasztalathoz kötni. Mit jelent az a priori? A szó már Arisztotelésznél szerepel, jelent elsődlegest. Ami nélkül nem tudunk megismerni, az a priori. Tér és idő nélkül nem tudunk tárgyakat érzékelni, tehát a tér és az idő elsődleges a tárgyakkal szemben. A priori. Jelenti azt, hogy azt is, hogy a tapasztalatot megelőzően tudhatok valamiről. Akkor a következtetés a priori. Jelenti azt, hogy általános és szükségszerű törvényekről tudok. A helyzet az, hogy a tapasztalatból nem tudhatok törvényekről. A tapasztalatból csak egymás utánra következtethetek. Azért, mert valami egymás után van, az nem jelenti azt, hogy jogsági kapcsolat van a kettő között. És ez bizony része a transzcendentalizmusnak. Hát a transzcendentalizmus az mit jelent? Az, hogy valami nem a tárgyhoz kapcsolódik, hanem a megismerő képességhez. Ami nélkül nem tudunk megismerni, az a priori a tárggyal szemben. A tiszta fogalom, az a priorinak két nagy területe van, az egyik az érzékelő képesség, a tér és az idő. Erre vezeti vissza a matematikát és a geometriát Kant. A geometriai összefüggéseket, ezért lesz ne a 3 meg 2 az 5 szintetikus ítélet, a logikából levezethetetlen ítélet. A tiszta fogalmainkat Kant felsorolja, ezek zárt rendszert kell, hogy alkossanak, mert hogyha nem alkotnak zárt rendszert, akkor nincs rendszer, nem tudunk logikusan gondolkodni. Ezek a tiszta fogalmak nem tartozhatnak a tapasztalathoz, mert hogyha a tapasztalathoz tartoznak, akkor megbízhatatlanok. Tapasztalni mindent lehet, tényeket mindenre lehet találni, ugye? Az értelemhez kell, hogy tartozzanak. Az értelem az tulajdonképpen fogalmak rendszere. A fogalmak érdekes módon Kantnál szabályok. Amikor egy fogalmat használunk, akkor feltételezzük, hogy a másik is érti a fogalmat, és rákényszerítjük a másikra is, hogy ezt értse rajta. Ezek szabályként funkcionálnak. Eredetiek. Ez azt jelenti, hogy a tiszta fogalmak nem szabad, hogy más fogalmakra visszavezethetőek legyenek, mert akkor nem az a tiszta fogalom, amiből visszavezetés lehetséges, hanem az, amire már nem lehetséges visszavezetés. És egy teljes rendszert kell, hogy alkossanak. Ezek tudattalanul működnek, és ezek a fogalmak jelenségek. Amikor logikusan gondolkodunk, és biztosak vagyunk valamiben, következtetéseinkben, akkor Kantnál jelenségekről van szó.
Nem azért, mert a jelenség kevesebb, mint a tapasztalati adat, hanem azért, mert több. Belelátunk olyasmit is, ami nincs benne a fogalomban. Ránézünk egy férfira, a mai nők szemében a férfiak azok eleve tudnak fotballozni. Ez nincs feltétlenül benne. Ugye? Tehát beleláttunk valamit, ami nincs benne az adott fogalomban. No, és hát van itt egy kopernikuszi fordulat. Ez Kantban talán a legnagyobb titok, hogy ez micsoda. Kant maga ezt a kifejezést, hogy kopernikuszi fordulat sohasem használta, sem a tiszta ész kritikájában, sem leveleiben, viszont az utókor teljesen joggal beszél egy kopernikuszi fordulatról. Kopernikuszra hivatkozik, Kant ugyanis azt állítja, hogy a megismerésünk során nem mi igazodunk a tárgyakhoz, hanem a tárgyak igazodnak a mi érzékelő képességünkhöz, ami a teret és időt jelenti. Ez egy ilyen durvánnak tűnhet, de ez nem durva. Érzékelni csak azt tudjuk, amit érzékelni tudunk. Amit nem tudunk érzékelni, az számunkra nem létezik. Az érzékelés képessége ebben a tekintetben előfeltétele tárgyak lehetségességének. És ez Kantnál egyébként a tér és az idő. Tehát amikor azt mondja, hogy az érzékiséghez igazodunk, az a tér és az idő, az a matematika. A mai világunk mai világunkat matematikai összefüggéseken keresztül látjuk. Ellenőriz bennünket. A másik az, hogy Kant beszél a priori fogalmakról, ezekről beszéltem, ezek a kategóriák. Egy fogalommal akkor vagyunk tisztában, hogy el tudjuk helyezni a tiszta értelem rendszerébe. És így tulajdonképpen magunkhoz igazítjuk a tárgyakat. Ebben nagyon sokan valamilyen szubjektív fordulatot látnak, azt látják, hogy az ember kerül itt előtérbe, de ez szerintem nincs így. Itt a matematika kerül prioritásba, és a logika kerül prioritásba. Ezen keresztül látunk a logika olyan, mint egy szemüveg, amely nélkül nem tudunk gondolkodni, amely nélkül nem tudunk rendszert alkotni. A lényeg az, hogy ez nem azonos azzal a tárggyal, amit nézünk. A tárgy az egy magánvaló dolog Kantnál, erről nagyon sokan mondják azt, hogy ez megismerhetetlen Kant szerint, én erről nem vagyok meggyőződve. Tény az, hogy mi csak arról tudunk fogalmat alkotni, amire fogalmunk van, és amit érzékelni tudunk, és ezeken az előfeltételeken keresztül nézzük a tárgyakat. Na most abban az esetben, hogyha azt gondoljuk, hogy fogalmaink nem csak jelenségek, hanem ennél többek, akkor Kant szerint ellentmondások közé kerülünk. A fogalmakból stigmák lesznek. Egészen mindennapos dolog, hogy megbélyegzünk valakit, valamit. Az értelem dolgozik ebbe, ez a szörnyű, tehát itt nem logikán túl, nem hibákat követünk el, de nem a tárggyal foglalkozunk. Amikor az egyik emberről azt gondoljuk, hogy olyan, mint a másik, az A azonos áttétel, az egy fantasztikusan szép tétel, ez így van a logikában. Hogy a tapasztalati valóságban van-e két olyan A, ami azonos egymással, én ezt nem tudom. A logikában ez teljesen tiszta. Az értelmes ember azt gondolja, hogy az A azonos A-val. Ezben nincs semmi baj. Tulajdonképpen a tiszta fogalmak által lesz valami tudományossá. Kant egy időskori művében azt mondja, valami annál inkább tudomány, minél több matematika van benne. A tudományosság nagyon sokszor valami matematikai, statisztikai állandóság. Na most van egy sereg fogalom, amire ráhordjuk a tapasztalati fogalmainkat, amelyek a kanti fogalomhasználatban teljesen normálisak, viszont amikor a hétköznapi életben kezdjük el őket használni, katasztrofálissá válhatnak.
totalitarizmus. Van ilyen? Az értelemben van. Mint kanti fogalom teljesen világos, de hogy egy állam totálisan működhet, én ebbe kételkedem. Mindent nem lehet ellenőrizni. Itt inkább más érdekek vannak a háttérben, más érdekek szólanak. De ilyen fogalom a demokrácia is. De jó lenne tudni, hogy ez micsoda. Amikor elmegy a kedvem, akkor azt szoktam mondani, hogy a demokrácia szó csak annak lenne szabad kimondani, aki végigolvasta Thukydidész peloponnészi háborúról szóló művét. Thomas Hobbes azért fordította le egyébként angolra ezt a művet, hogy minden angolnak elvegye a kedvét a demokráciától. Szabadság. Kantnál egy nagyon fontos fogalom, de félek, hogy valami teljesen mást ért Kant szabadságon, mint amit manapság szabadságon értünk. A szabadság Kant számára a szabadság által való okság, hogy valaminek én oka lehetek, valamit létre tudok hozni. Az ösztönök, a hajlamok nem szabadságon alapulnak. Az ösztönök és a hajlamok szolgai, akik gépiesen működnek. Amikor én viszont valamit önállóan cselekszek, ezáltal leszek személyiség. Hű, egy veszélyes pont. Kantot ezért bántották nagyon sokan, hogy az egoizmus előtt nyitotta meg az utat. A személyiség az valami olyasmi, ugyebár, hogyha megütik a jobb orcánkat, mi a természetes reakció? Visszaütünk. Szabadok vagyunk akkor? A rugó is ezt teszi, tessék megnézni. Lenyomják, visszaüt. Az azt jelenti, hogy olyan vagyok, mint a rugó. De amikor önmagamat elkezdem kormányozni, akkor létrehozom a szabadságot. Most ne gondolja senki, hogy a szabadnak lenni az jó dolog. Szabadnak lenni az azt jelenti, hogy lehet, hogy holnap nem lesz munkahelyem. Belém csap a villám. Az emberek a kiszámítható dolgokat szeretik. Félek, hogy nagyon lentről nézzük a szabadságot, nem úgy, mint Kant. Kantnál a szabadság egy nagyon fontos valami. A személyiség azáltal lesz személyiség, ezáltal lesz, jön létre az erkölcs, hogy valaki önállóan dönteni tud. Ha valaki kényszer hatására teszi a jót, ha van ennek a szónak jelentése, én nem tudom, akkor az kényszer hatására tett, ennek nincs köze az erkölcshez. Tehát az értelem tiszta fogalmak rendszere, az ész az más, mint az értelem Kantnál, a német szó is más. Ajaj, puha. Az értelem tehát fogalmak rendszere, az ész akkor lesz, az értelemből akkor lesz ész, hogyha ezt a fogalmi rendszert rákényszerítjük a tapasztalati valóságra. Kant szerint ilyenkor ellentmondások közé kerülünk, elkerülhetetlenül, mert fel kell mérnünk a ismereteink határait. Na most, még egy tarkaság, amivel szerintem a Kant kutatása foglalkozik. Kant gondolkodása rendkívül színes. Többféle módon gondol végig mindent, olyan, mint egy Bach fúga tulajdonképpen, mint egy több szólamú fúga. A Bach fúga az azért érdekes, ugye, mert ott nincs kísérő szólam, egy jól fölépített fúgában nincs kísérő szólam. A második szólam nem kíséri az elsőt, hanem önálló marad mellette. Most Kant gyakorlatilag négyféle módon, a kategóriák rendszer szerint négyféle módon gondol végig mindent. Na most ez tulajdonképpen a Kant kutatásban is ismeretlen. Viszont ezzel lesz Kant, Mozartnak és Bachnak a kortársa. A mai világunk monolitikus szerkezetű. Egyértelmű ritmusokat akarunk, ugyebár egy Bach fugát, ha diszkósítanak, belép a dob, megszűnik a többszólamúság, megvan a Führer, akit követni kell, a dobos, és véget ér az a demokratikus szerkezet, aminek Kant híve volt. És a német filozófia is híve volt. A legnagyobb probléma ugye az, hogy Kant esztétikája egyáltalán nem hat. Ugye az érzékelés
fantasztikusan érdekes valami. Ahhoz nekem önállónak kellene lenni, hogy valamit megítéljek, de ugye élvezni lehet úgy is, hogy mint amikor a éhes disznó makkal álmodik, és akkor megkapja a makkot, és akkor létrejön, csak itt nem lesz esztétikai ítélet. Ez is a szabadsághoz kötődik. Erre nincs lehetőség, hogy beszéljek róla. Sajnos 50 perc alatt Kantot nem lehet előadni. Na most nekem van egy olyan érzésem, hogy azért írnak olyan sokat Kantról, mert gondolkodásunk lényegében Kant előtti. Kant túl modern még mindig. Nem a fogalmainkat nem is megérteni akarjuk, hanem beállni akarunk alájuk. A fogalmakat nem az értelem rendszere kényszeríti ránk, itt van a televízió, dömpingben kapjuk a fogalmakat, elmondják ki a jó és mi ki a rossz, és akkor álljunk be mögéjük, kövessünk valamit. Az önálló gondolkodás ebben a rendszerben igazából eltűnt. A tudományok nem a beállás tényét vizsgálják, hanem a beállások helyességét. Az viselkedik helyesen, aki tudja, hogy ki mögé kell beállni. Vagy milyen rendszer, milyen sémát kell követni. Mert ráadásul a tiszta fogalmak sémákat építenek. Amit gondolkodásnak hívunk, az nem más, mint sémák követése. De Kant itt tiszta, a sémák jelenségekre vonatkoznak. Amikor sémákat kényszerítünk a valóságra, tulajdonképpen erőszakot követünk el a valóságon. De logikusan és tudományosan gondolkodunk. A stigmatizálás nemzetközi gyakorlat. A filozófia, hát valószínűleg válságban van. Filozófia tanszékeket zárnak be szert a nagyvilágban. Ez szerintem nincs így rendjén. Ez valószínűleg politikával függ össze. Egyre kevesebb szükség van önállóan gondolkodó emberekre. Én ennek az okát abban látom, hogy megszűnt a szovjet blokk, és akkor volt szembenállás. Szükség volt valaki másra, amióta globális lett sok minden, nincs szükség ilyen gondolkodó emberekre. A kantianizmus szelleme él? Hát nem tudom. Benne vagyunk a sémákban, sémáktól nem tudunk megszabadulni, és hogy a fogalmaink mennyire ellenőriznek bennünket, hadd mondjak el két dolgot, és ezzel befejezem az előadást. Az egyik, ez valamikor nagyon régen volt, az előbb említett Sztálin idézetet elmondtam a hallgatóknak, ugye, hogy Churchill úr és barátai úgy gondolkoznak, mint Hitler úr és barátai gondolkodtak. Hitler úr csak a németül beszélő embereket tekintett teljes értékű embereknek. Churchill úr csak az angolul beszélő embereket tekinti teljes értékű embereknek. Utána ránéztem a hallgatóságra, megkérdeztem őket, na ki is tanul itt angolul? Senki se jelentkezett. Ez döbbenetes volt. Vizsgán megkérdeztem az egyik hallgatót, hogy miért nem jelentkezett. Láttam, hogy amerikanisztika szakos. Azt mondta, hogy egy óráról hiányzott. Nyilván ez az óra volt. Tudom, hogy ott volt. Utána elmondtam neki a sztorit. Azt mondja, ott lett volna, se jelentkezett volna. Ez azért elég félelmetes, hogy a fogalmaink mennyire tudnak ellenőrizni bennünket. Én korábban nagyon sokat bántottam a sajtót, hogy gazemberségeket követnek el az emberek ellen. Rájöttem, hogy nem, ez a filozófia hibája. Nem adjuk elő Kantot jól. És bedőlünk mindenféle szóhasználatnak. Meggyőződésem, hogy ez a kultúra nélkülözhetetlen. Egyébként időnként én is félek a meggondolatlan szóhasználattól. Mint a búrháborúkról mondtam, azért nem ettől híres a napi sajtó. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy ugye az egyik legéletképesebb rasszista rendszer dolgozta ki, többek között Mass Generális, Cecil Rhodes-szal az élem. Ez nagyon sokáig létezett. 94-ig, ugye? Rodézia, az alapító, Cecil Rhodesról nevezték el az országot. Az apartheid rendszer.
Kant Königsbergben született, ezt a szobrot még akkor állították, amikor ezt a város Königsbergnek hívták. Ebben nem megyünk bele. A II. Világháborúban Königsberget elpusztították. A német nyelvű lakosságát vagy elpusztították, vagy elüldözték. A mai városnak a mai neve Kaliningrád. Ez a kantszobor még áll. Látjuk, valaki leöntötte valamilyen festékkel, hogy mi baja volt vele, én nem tudom. Itt valamikor németül beszéltek, németek éltek, most oroszul beszélnek. Köszönjük szépen dr. Gausz András előadását, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Balogh Elemér, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi kar dékánya tartja meg az Egyházi bíráskodás a középkorban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!